Sziasztok! Én Chef vagyok, és ebben a felvételben kettő csatát nézzünk meg a Maus-szal. Az első az teljes mértékben bemelegítő kör, egy tier 8-as közeg, elhaló fon. A Maus számára igazából egy ilyen közeg. Hát tulajdonképpen a tökéletes közeg, mert nem igazán van tank, ami képes bennünket beütni. Az S100-as, talán prémlőszerrel, főleg a nagy löveggel, az STB-1-es prémlőszerrel. A többiektől pedig túlzottan nem kell tartani, az IS-7-es ugye penalties szempontjából kevés hozzánk, talán még a Phase-1-es prémlőszerrel esélyes lehet, de a többiek maradjunk annyiban, hogy nem igazán tudják felvenni a Maus-szal a harcot, és ezt majd meg is látjátok a videó egy pontján. Na de, Field Modification, harcri módosítások. Ezeket használtam a Maus-on, illetve kijelöltem, hogy ami nem volt meg, azok közül pontosan melyiket választottam volna. Na de, nézzük, hogy a Maus-szal pontosan mit csinálunk. Ugye nyilván Encounter játékmód, csataütközet, szóval nyilván a leglassabb tankkal eljövünk revisorra, nem megyünk el körbe, nem kempelünk be, agresszívan megyünk a frontvonalra harcolni, ez a legfőbb feladatunk a Maus-szal ebben a körben. Fontos kiemelni, hogy a Maus-t ebben a csatában HP boosttal, turbóval, valamint töltéggyorsításra használtam. Igazából a HP boost helyére mehet más is, viszont azt gondolom, hogy nem szükséges. A Maus-unk mozgás közben rendkívül pontos, egyébként is közel harcolsz vele, nem állsz meg sniperkedni világ végén. Szóval mindenképpen közel harcolni kell vele. Emiatt pedig nem igazán indokolt az, hogy mondjuk egy V-stabot, valamilyen célzást, vagy bármilyen egyéb olyan felszerelés rátegyél, ami a tényleges közelharc helyzetekben nem segít a tankodon. Tulajdonképpen az L2-ben játszunk azért, mert a gandapünk, azaz lövesüledés nem igazán van, hogyha elmennék mondjuk a B2-be, lehet nem lenne gandepünk, egyébként is hátsó tornyos a tankunk, szóval annyi a taktika, kérünk a nyílt terepre, ugye mondtam nektek, hogy az S100-as nagy löveggel, hitlövedékkel, az STB-1-es hittel, a Phase-1-es, ami közben megsemmisült hitlövedékkel lett volna esélyes velünk szemben, de mivel ugye ezek a tankok szépen lassan megsemmisülnek, ezért Maus-szal úgy döntök, hogy éppen itt az ideje annak, hogy egy kicsit agresszívabban támadjak, és ezt figyeljétek. Ez a kedvenc részem ebben a körben. Nézzétek meg, hogy kicsit sréhen, tulajdonképpen a nyílt terepen próbálok meg az ellenfél felé vonulni, és ez ellen ezek a kis 8-as tankok semmit sem tehetnek. Nyilván ez az egész statika nem eszetlen, szóval megpróbáltunk az S100-hoz képest sréhen mozogni, utána a fedezzékben álltunk hozzá képest, ugye most már a 8-as tankokhoz képest vagyunk sréhen, azaz oldalasan. És nézzétek meg, hogy próbálkoznak, de ugye nem képesek bennünket penelni, ezért nem bennünket lőnek, hanem elkezdik lőni az 1-2-1-B-t, nézik a 4-30-at, a Phase-1-est. Szóval úgy vannak vele, hogy ezt a Maus-t úgysem fogják tudni penetrálni, és akkor minek ezzel próbálkozni. Ugye sikerül rammolni a Centurion 7x1-est, tulajdonképpen innentől arra játszom, hogy egyrésztről megpróbáljam az agrót magamon tartani, szóval elérni, hogy engem lőjenek, persze kicsit úgy nehéz, hogyha az 50-120 berohan, meg a többiek berohannak, és megpróbálom ugye folyamatosan rammolgatni az ellenfelet. A T10-a például 628-at rammoltam, ami elképesztő, és hát tulajdonképpen ezt ismételgetem, ugye neki megyek a tankoknak, a T10-est megpróbálom lelökni, nem tudom összejön-e, nem is emlékszem már erre, de talán összejön, és na, lezuhan, lehet, hogy nem fog, ugye visszajövök. Kelvinésbe akartam lőni egyet, és ugye a T10 nem esett le, úgy volt vele, hogy ott marad, viszont hátulról kivégezték, és innentől kezdődően igazából már csak be kell vinnem az utolsó néhány lövést az S100-asba kivégezni a bulldogot. Innentől kezdődően ez a kör megvan, és szerintem ebben a karikában a Maus, ami elképesztő volt. Több mint 7000 sebzés, több mint 7000 felfogott sebzés,
és 400 assist szerintem elképesztően király, egy olyan csatában, ami nem tart még 5 percet sem. Megvan a mouse, ugye töltétgyorsítás, STB vagy Bulldog, STB vagy Bulldog, nem látok rá egyikre sem, a Bulldog elmegy, az STB-et pedig elmegy a Super Conqueror, nyilván ő már nem lesz meg, viszont talán az IS-3 béna és gyorsabban játszom, mint az R5-ös, szóval megpróbálok elmozogni errefelé, hát ha a Bulldog meg lehet, nézzük ki a leggyorsabb, és benyúlják az összes tankot. Na de, nézzük meg, hogy a mouse-unk tier 10-es matchmakingben mégis mire képes. Közben meg is érkeztünk a következő körbe. Ahogy láthatjátok, itt már sokkal komolyabb a tét, kizárólag 10-es tankok vannak a csatában. Egy olyan pályán, ahol a mouse-szal ugye rengeteg lehetőségünk a játékra nincs. Ugye erről az oldalról a híthoz nem megyünk el, ha esetleg ott átpussol egy Kramwagen 60 TP, vagy miért még el 48 Patton esetleg, tulajdonképpen azok a tankok a hídnál leformolják az egész haderünket. Nyilván arra nincs lehetőségünk, hogy egy mouse-szal átmenjünk a J4-en, szóval elmenjünk az 1-es-2-esre. Szóval marad a bázis camp, de mivel mondtam nektek, hogy a mouse-szal általában a fronton akarsz játszani, ezért nyilván nem campelünk be, hanem elmegyünk a 6-os-7-esre, vagy a CD-re, ahogy tetszik. Az a lényeg, hogy ez a heavy sor, a heavy dühöngő tulajdonképpen ez az a része ennek a pályának, mint ami elhallufon, ugye az a felső karé volt. Tulajdonképpen itt 2-3 olyan dolog van, amire figyelni kell. Az egyik, hogy a hídnál lehetnek tankvadászok, illetve olyan tankok, amik átrohannak. Hát most a Kramwagen ez ugye potenciális, a Patton talán, 140 talán, 60 TP talán próbálkozik, nem tudom, hogy mennyire akarnak agresszívan játszani ezek a játékosok, ugye a meccs elején. Nyilván utólag már a spot alapján látom, hogy a Kramwagen elment az 1-es-2-esre, a 60 TP pedig pontosan velünk szemben van, de ugye a hidat általában, főleg ha valaki agresszívabb játékos, illetve szeretné húzni a Genmarkért a tankon, általában megtolják, mert ha beérsz az F6-hoz, ott egyszerűen rengeteg lehetőséged van egyrésztről tudod lőni azokat, amik szemben vannak, tehát például ebben a körben az FV2-15B-t lőhetné az a tank, amelyik ott átmegy, illetve miután ugye innen a D-ről, vagy a 6-os-7-esről, ahogy tetszik, tovább megyünk, ugye a B-ot felé lehet bennünket hátba lőni, szóval ez is egy olyan pozíció, ami tök erős lenne az ellenfélnél, viszont mivel az ellenfél úgy dönt, hogy ők nem játsszák meg ezt a hidas manővert, hanem tulajdonképpen beálltak ide elénk, ezért annyi a dolgom, hogy ugye a World of Tanks-ben megszokott új meta, csiki-csuki harcok mennek, egymással szemben állunk, csőpálya, stb. Prémomú betöltve, és lövök, pentreállok, újra töltök, lövök, pentreállok, újra töltök, és ezt ismételgetjük addig, ameddig a célpontok meg nem semmisülnek. Fontos kiemelni, hogy például egy mouse kontra mouse, amennyiben az egyik tag AP-val lő, nem tudja beütni a másikat, szóval a mouse-nak pont olyan vastag még a gyenge ponton és a páncélzata, hogy az átlag penértéke ez kevés legyen, illetve az RNG dönti el, hogy éppen beengedi a lövést vagy sem. Ugye nagyon fontos, hogy agresszívak vagyunk, nem hagyjuk, hogy a 60 TP a mouse roncs mögött játszon, viszont behúzódunk bal oldalra, hogy az ST2 oldalról bennünket ne tudjon leformolni. Hogyha becélozzuk gyenge ponton a 60 TP-t tulajdonképpen, itt van 3 gyenge ponton lőheted, ott a felső lemezen, ahol én lőttem meg, ugye azon a kis kemlőnyíláson lehet oldalt lőni, hasremezen lőni, tulajdonképpen te döntöd el, hol lőd el. Ott van még a gyenge pont és a kupola a tornyon, szóval az már 4 vagy 5 gyenge pont, 60 TP-nek semmi esélye nem volt. Ugye az ST2 menekül, közben látjuk az 1-es-2-esen az ellenség áttolta, szóval ez is egy olyan szempont, amire figyelni kell.
Az ellenfél itt ugye elment a capzónába, visszajárt védekezni, igazából rajtuk el, medekkel vannak, tulajdonképpen mindent is megtehetnek. A mausszal pedig annyi a dolgom, hogy egyszerűen szemellenzés módszerrel, csillátással megyek előre. Nyilván a bázisra visszaérni már nem érnék vissza. A legjobb, amit tehetek, hogyha látom, hogy van előttem egy viszonylag fullosabb HP-n lévő tank, lefarmoljuk, elmegyünk az RT-ért, elmegyünk a Kemper TD-ért, ha van, és igazából játszunk a játékunkat. Mióta le van nerfelve a Repesz romboló, le van nerfelve az Arti, ezekkel a Super Heavy tankokkal a játék elképesztő. Látni fogtok a napokban még tőlem PZ7-es csatákat, valamint IS4-es csatákat, illetve ha kíváncsiak vagytok még több Mouse csatára, akkor a Sheffield csatornámon fent van a teljes gammárkodós session. Volt ebből kettő vagy három élőadás. Egyszerűen nincs repesz romboló, szóval nincs az, hogy egy 268 grille, E100 ukáskocsi vagy arti lefarmol téged, hanem lőhetnek rád AP-val, APCR-rel, ilyenkor általában lepattannak majd, hírlövedékkel nyilván az olyan tankok, például egy STB-1-es, vízőtárs, stb. Megzubálhatják a HP-dat, vagy éppen egy 268-as például, de tulajdonképpen a legtöbb tank ellen van esélyed, és ezt nézzétek. Rengeteg TD közepes tankok velem szemben állnak, és nem igazán képesek bennünket felterelni. Ugye ismételten csak sréhen mozgunk, ugye hasi lemezre nem látnak rá rendesen, néha csak láncolnak, de közben sebezni nem tudnak. Ugye a lövegpajzs melletti páncélemezre nem látnak rá, illetve lesz majd itt két olyan lövésem, ami nem mondom, hogy meccs döntő lesz, de azért örültem volna, hogyha ezek a lövések bemennek. Na, itt van például ez a lövés erre a grillentyűre. Nem is értem, hogy nem volt képes az a lövés eltalálni a grillét. Illetve rögtön ezt követően nézzétek meg, hogy megpróbálok rálőni arra a 268-asra, és valahogy a lövés az nem fog összejönni, valahogy nem leszek képes eltalálni, viszont egész jól állunk. Tehát papíron nem állunk olyan rosszul. Oké, már csak 1000 HP-je van összesen ennek a csapatnak, de még mindig ott vannak a tankok, és látjátok, hogy lepattanó. Nyilván ez már inkább az én hibám volt, talán kicsit elizgultam, nem tudom pontosan. Lőttem volna ennek a 268-asnak mondjuk a kupoláját, és akkor valószínűleg elvettük volna. Ugye a grille kap egyet, már több mint 8000 sebzésnél tartunk, és a grille ugye nem képes bennünket eltalálni. A 268-as pussol, ugye beforgatjuk a mouse-unkat, a 268-as nem képes bennünket intézni, hátulról leopárd lepattan, még egy lövés, ugye arra megyünk, hogy minél többet tudjunk damage-elni, és több mint 9000 damage-el zárjuk ezt a kört. Mellé még jön ez a assist, szóval több mint 10000 kombinált damage ebben a körben, és bár elvesztettük, de nagyon kevesen múlott a győzelem. Nos, én mindenképpen azt gondolom ezek alapján, hogy a Mouse királyt, az Egér királyt egyszerűen tisztelni kell. Ez egy olyan tank, ami ezzel a turbós megoldással, illetve azokkal a field modokkal, amiket mutattam nektek a videó elején, elképesztően jól működik, elképesztően hatékony, rankedben nem, CV-n nem, advanced-en talán, de randomban elképesztően hatékony, ezeken a pályákon, ilyen közegben nerfelt repeszromború és art mellett ezek a szuper nehéz tankok, mint például a Mouse is, brutálisak. Tényleg higgyitek el és próbáljátok ki. Ha tetszett a felvétel, mindenképpen lőjetek egy lájkot nekem erre a videóra, illetve hozzászólásban írjátok meg, hogy nektek mik a meglátásaitok a Mouse-ról ebben a metában. Én Sheff voltam, nagyon szépen köszöntöm a figyelmeteket, és tudjátok, hamarosan megint találkozunk, addig is, sziasztok! Remember, there's always madness. You can just step outside and close the door and all those dreadful things that happened, you can lock them away. Madness is the emergency exit.